Okay. Greetings from Warsaw, Poland. Üdvözletek Varsóból, Lengyelországból. Wow. It's so good to be here. Nagyon jó itt lenni. My son thinks that we came for him. Fiam azt gondolja, hogy miatta jöttünk. Actually, we came to be with you here. De igazából azért jöttünk, hogy itt lehessünk veletek. It's a great privilege to be together with Nagy you. Nagy kiváltság együtt lenni. Sorry, David. Bocsi. But actually, you came. He has a birthday tomorrow. De holnap lesz a fiamnak a születésnapja. We didn't see him for a long time, so we said, "Let's go visit him." Úgyhogy gondoltuk, eljövünk, meglátogatjuk. And yesterday, when we had, he took us through Olta. I mean, here through Budapest, we like make 22,000 steps. És tegnap körbevitt minket Budapesten, és 22,000 lépést megtettünk. Through this beautiful city. Ebben a gyönyörű városban. And we didn't see everything. És persze nem láttunk mindent. So there is a lot of before us. Hogy még sok minden vár ránk. But yesterday we were like so tired. Tegnap nagyon fáradtak voltunk. And I start thinking about those time when he was born. I didn't not gonna tell you when, how many years ago. És visszagondoltam arra az időre, amikor a fiam született, és nem fogom megmondani, hogy ez mikor volt pontosan. Because this makes me old man. Mert akkor már én is nagyon öreg leszek. Yeah, but I was thinking about those times when you have children, you have those kind of times. De ugye, amikor gyerekeid vannak, akkor vannak azok az idők. Especially when your child is going to hospital and you don't know if you will leave the hospital alive. És főleg, hogyha a gyerekedet esetleg kórházba kell vinni, és nem tudod, hogy élve megúszta a dolgot. And you have those times that you feel that it's like over your, I mean, you can't take anymore. It's like above what you can handle. És van úgy, hogy úgy érzed, hogy már többet nem bírsz elviselni, ez már túl sok, meghaladt téged. And sometimes there are situations in our life the same, that we think that it's too much to bear. És persze az életünk más területein is lehetnek ilyen helyzetek, amikről úgy érezzük, hogy ez már túl sok, ezt nem bírjuk el. Different kind of problems, situation that we pray, God, why? And if you don't, I don't have any strength to do it anymore. És különböző helyzetek, meg problémák, amikor azt mondjuk Istennek, hogy Isten, most miért? Már nem bírom, nincs erőm erre. And I was, yesterday I was like, looking for people in the Bible that they have the same struggle. És tegnap keresgéltem ilyen embereket a Bibliában is, akiknek ugyanez a küzdelme volt. And briefly, if I have time, csak I can share a couple of them, a couple verses. Csak egy párat megosztanék, pár verset. Like Job 3:3. Yeah, Job 3:3. He said that might they perish on which I was born. Azt pillanat, azt mondta, hogy vesszen el az a nap, amelyen születtem. 3:11. 3:11. Why did I not die at birth? Why did I not perish when I came from the womb? Miért is nem haltam meg születésemkor? Miért nem múltam ki, mihelyt kijöttem az anyaméből? Wow! His situation, I think that he was in a situation that he thought it's more than I can handle. Azt gondolom, hogy olyan helyzetben volt, amiről azt gondolta, hogy ez már több annál, mint amit elbír viselni. I wish I was not born. Bárcsak meg se születtem volna. Did you feel like that sometimes? Érezted már néha így magad? David in Psalm 38:4. Aztán a 38. Zsoltár 4. versében Dávid. For my iniquities have gone over my head like a heavy burden that they are too heavy for me. Negyedik vers, mert bűneim elborították fejemet, elhordozhatatlan teherként nehezednek rám. His sin was too much for him. Az ő bűne túl sok volt számára. The burden of sin is so heavy in my life. A bűn terhe annyira nagy az életemben. It's too heavy. Túl nehéz. I cannot keep this anymore. Nem tudom hordozni többé. I mean, Jesus in Matthew 26:38. És Máté 26:38-ban Jézus. He says, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Azt mondja, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig.
I know what is behind before me. Mert tudom, hogy mi áll előttem. It's not easy. És nem könnyű. If there will be any plan B, God, let's take the plan B maybe. Istenem, ha létezik B terv, akkor inkább azt választanám. And the Paul in 2 Corinthians. És 2 Korintusban Pál. Chapter 1 and verse 8 and 9. Az első fejezet 8.-9. verse. He said, "For we don't want you to be ignorant, brethren, of our trouble which came to us in Asia, that we were burdened beyond measure, above strength, so that we despised even of life. Yes, we had the sentence of death over ourselves." Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok a mi nyomorúságunkról, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy rendkívül nagy, erőnk feletti terheket hordoztunk, úgyhogy életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, magunk is halálra szántuk magunkat. Our burden is so heavy. Annyira nehéz a teher. Beyond measure. Mert túlmegy minden mértéken. Above our strength. Meghaladja az erőnket. But you know, those kind of situations, those people that faces, what they faces. De ezek a helyzetek és ezek az emberek, akik belekerültek ezekbe a helyzetekbe. When I was reading this, God showed me that, you know, that's not the end. Ahogy olvastam ezt, Isten azt mutatta nekem, hogy de nem ez a vége a történetnek. Thank God that's not the end. Hála Istennek, hogy nem ez a vége. We don't, you know, God says you don't have to be alone, and you're not alone in those kind of situations. Isten azt mondja, hogy nem kell, hogy egyedül legyél ebben a helyzetben, és nem is vagy egyedül. In Matthew 11:28-30. Máté 11:28-30. He said, Jesus said, "Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me. I am gentle and lowly in heart, and you will find a rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light." Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. So we are not alone. Úgyhogy nem vagyunk egyedül. We have someone that we can go to. Van valaki, akihez fordulhatsz. In those situations. Abban a helyzetben. We can kneel down and pray to the one that has all the answers. Oda letérdelhetünk és imádkozhatunk ahhoz, akinél megvan minden válasz. And I don't have any answers. És nekem all answers. Nincsen meg minden válasz. But I know someone that has all the answers. De ismerek valakit, akinek megvan. And he said in Psalm 145, verse 18. És a 145. Zsoltár 18. versében azt mondta. That he is near to all who call upon him. Hogy közel van mindenkihez, aki hívja őt. So in this kind of situation, what we can do? Tehát mit tehetünk ezekben a helyzetekben? You know, and those people that I was mentioning in the beginning. És azok az emberek, akiket említettem az elején. They gave us some information what to do in those kind of situations. Ők adnak nekünk információt arról, hogy mit is tegyünk ezekben a helyzetekben. And maybe that seems so, I mean, religious maybe, I don't know. Lehet, hogy olyan vallásosnak tűnik a dolog, nem tudom. But what I learning from them, it's the most important thing is to trust God. De azt tanultam tőlük, hogy a legfontosabb dolog az, hogy bízzunk Istenben. In all those situations, just trust God. Mindezekben a helyzetekben bízzunk Istenben. Like Job, that he said that it will be better for me not to be born. Mint Jób, aki azt mondta, hogy jobb lett volna, ha meg se születek. In Job 13:15. De aztán Jób 13:15-ben. He said, though even he will slay me, I will trust him. Azt mondja, hogy ha megöl is, ő benne bízom. I will trust him. Ő benne bízom. Doesn't matter what happened in my life, I will trust him. Nem számít, hogy mi történjen az életemben, én benne bízom. David, that he said that he was so heavy because of his sins. És Dávid, aki azt mondta, hogy annyira megterhelték őt a bűnei. In Psalm 55, verse 22. Az 55. Zsoltár 22. versében.
He said, "Cast your burden on the Lord, and He shall sustain you." Azt mondja, vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rólad. And he finishing this psalm in verse 23b, but I will trust in you. És a 23. vers végén azzal fejezi be a Zsoltárt, hogy de én benned bízom. Maybe I did something wrong. Lehet, hogy csináltam valami rosszat. So I will come to you, God. De hozzád jövök, Istenem. And I will trust you. És benned bízom. Jesus, when he was in the Olive Garden, he was praying to God in Luke 22:42. És Lukács 22:42-ben, amikor Jézus ott volt az olajfákhegyen, és imádkozott Istenhez. Father, if it's your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. És azt mondta, hogy Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindezáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Let your will be done in my life. I trust you. I trust your will. A te akaratod legyen meg, mert bízom benned, bízom a te akaratodban. And there was a day that I was like, for me, like that was like revelation. And I start praying, and all my prayers I start finishing with those sentences. És volt egy idő, amikor ez egy ilyen kijelentés volt számomra, és elkezdtem úgy imádkozni, hogy mindig ezzel fejeztem be az imáimat. Because sometimes we coming to God shopping list, you know, we want this, and this. Néha a bevásárló listánkkal jövünk Istenhez, és elmondjuk neki, hogy ezt akarom. So I start saying, like, God, I would like this, but not my will, but your will be done. De elkezdtem úgy mondani Istennek, hogy Istenem, én ezt szeretném, de ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. I trust you. Bízom benned. And Paul, és Pál, when we read in 2 Corinthians 1, 2 Korintus 1-ben, amit olvastunk, he said that those burden was beyond measure, above strength. Azt mondta, hogy a terhe az erején felülvaló volt. In verse 9 he says, de a 9. versben, that we should not trust in ourselves, but in God who raises from the dead. Azt is elmondja, hogy miért? Azt mondja, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. God, I want to trust you. Istenem, én bízni akarok benned. Because we sometimes we think like we have to understand everything. Mert néha úgy vagyunk vele, hogy mindent meg kell, hogy értsünk. Why this happened, and why is this, and we want to understand everything. Ez miért történt, az miért történt, ez miért így van, az miért úgy van, mindent érteni akarunk. But I think Paul saying here that understanding is overrated. De azt gondolom, hogy Pál itt azt mondja, hogy nem erre a megértésre van szükség. Trust is what matters. Az igazából a bizalom az, ami számít. God, I trust you. Isten, benned bízom. Wherever you have on, like I will go with that. Bármi is legyen, én megyek veled. Because that's my prayer and that's what I'm learning. És ezért imádkozom, és ez az, amit tanulok. To not let like the presence of obstacles in my life. Ne hagyjam, hogy csak azért, mert vannak akadályok az életemben. Cause me to not see the presence of God in my life too. Ezért ne lássam meg Isten jelenlétét is az életemben. Ő velem van. And then, you know, that's the most important thing, that we should trust him. És a legfontosabb dolog az, hogy bízunk benne. Doesn't matter what happens. Nem számít, hogy mi történik. I will trust you. Bízom benned. And the second thing that I want to leave you with. És a második dolog, amit szeretném, hogyha így megmaradna. Is the importance of the church. Ez a gyülekezet fontossága. Because God gave us church. Mert Isten adta nekünk a gyülekezetet. That we can bear one another burdens. Hogy tudjuk hordozni egymás terhét. Galatians 6:2. Galácia 6:2. And recently I was like reading in Genesis, and I in Genesis 2:18 says that God said that it's not good that man should be alone. I will make him a helper. És nemrégiben Mózes első könyvét olvastam, és a második fejezet 18. versében azt mondja Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és adok neki hozzáillő segítőtársat. He said, it's not good for man to be alone. Azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül. And it struck me, but God, Adam was in your presence. He had you in this garden. És ez egy tényleg így komolyan így megdobant rám rajta, de hát Istenem, hát Ádám ott volt a te jelenlétedben, ott voltál neki te. He was walking through the garden and you were next to him. Ott sétált a kertben, és te ott voltál mellette.
And you said it's not good for him to be alone. És mégis azt mondtad, hogy nem jó neki, hogy egyedül legyen. And of course we know that he created Eve and then they became one flesh and és persze tudjuk, hogy aztán megteremtette Évát és egy testté lettek meg minden. But I think that like for me what I'm understanding is that it's not good for us to be alone in this world. De ahogy én ezt értem, az az, hogy nem jó nekünk, hogy egyedül legyünk ebben a világban. God gave us church, body of Christ. És ezért adta nekünk Isten gyülekezetet, Krisztus testét. That we can care for each other. Hogy törődhessünk egymással. That we can pray for each other. Imádkozhassunk egymásért. That we can bear one another burdens. És hogy hordozhassuk egymás terheit. And I remember those like really difficult times in my life. És emlékszem azokra tényleg nehéz időszakokra az életemben. God is too much for me. Amikor azt mondtam, hogy Istenem, ez túl sok nekem. And then I went like drag myself to the church. Aztán valahogy elráncigáltam magam a gyülekezetbe. My body was saying, no, don't do it. Let's stay here. No, don't go there. A testem azt mondta, hogy ne csináld, ne menjünk csak, maradjunk itt. And sometimes it's on Wednesday we have a church service on Wednesday and working full time. And sometimes I feel so tired that I want, God, I don't want to go there. I want to go home to bed. És van szerdánként is Isten tiszteletünk, és a teljes időben dolgozom, és annyira fáradt vagyok néha, hogy na, és nem akarok menni, haza akarok menni, és le akarok feküdni. But as soon as I see people there, de amint meglátom ott az embereket, we talk. We pray for each other. Beszélgetünk és imádkozunk egymásért. My spirit is like, wow. Szellemem csak így, hű. Where else should I go? It's like not here. Hanem ide. That's the place to be. Ez a hely, ahol lennem kell. To be built up. Hogy felépülhessek. And to be recover. És helyreállhassak. So thank God for church. Hála Istennek a gyülekezetért. And thank God for this church. Hála Istennek ezért this a gyülekezetért. Is a great church. Egy nagyszerű gyülekezet. And we were like thinking today, how many times we were in Budapest? És azon gondolkodtunk, hogy hányszor jártunk már Budapesten. And for me, I think I was like over like 20 times already. Több mint 20-szor voltam. There was times that we were like twice a year in Budapest. Voltak olyan időszakok, amikor évente kétszer is jöttünk. Who remembers those Eurocon in Budapest? Eurocon-ra Budapesten. And then Preacher Boys Seminar in Budapest. Aztán a Prédikátor Fiúk Szemináriuma. That was like, I mean, one time we came here for we were traveling from Warsaw to Budapest for Eurocon. Egyszer Varsóba jöttünk ide Budapestre a Eurokonra. By car. Kocsival. And almost at the border we realized that we forget the passports. És már majdnem a határnál voltunk, amikor rájöttünk, hogy otthon hagytuk az útleveleket. So we have to turn back, go back to Warsaw. Vissza kellett mennünk egészen Varsóig. Pick up the passports. Begyűjteni az útleveleket és úgy jöttünk újra. It took us like I think that was the longest trip to Budapest. Azt hiszem ez volt a leghosszabb utunk Budapestre. And the quietest route to Budapest. És a legcsendesebb is. Because I wanted to say anything to my wife, she didn't want to take anything to me. Mert én sem akartam semmit mondani a feleségemnek, ő sem akart nekem mondani semmit. That was quiet, but it was took us like over 16 hours. Csendbe voltunk, de vagy 16, több mint 16 órát utaztunk. But it was worth it. De megérte. When we came and we saw body of Christ. Jöttünk és láttuk Krisztus testét. Healing was instantly. Azonnali gyógyulás volt. Everything gone. Tényleg minden eltűnt. All the troubles and everything. Az összes gond, minden. So thank you for your lives. Úgyhogy köszönöm az életeteket. We praying for you. Imádkozunk értetek. And hopefully to see you someday soon again. Reméljük, hogy hamarosan. You are come to come and visit us in Warsaw. Gyertek ti is Varsóba, látogassatok meg minket. Amen. Amen. Köszönjük, Pászor Maciek. Ez dziękuję. Dziękuję. Hát igen. Én is tudnék mondani lengyelországi történeteket. Vannak szavak, amiket ott tanultam. Ez a dziękuję például, herbáta, az a tea, mert 1996-ban, ami nem tudom, hogy tudjátok-e, de a múlt évezredben volt, volt ott egy missziós konferencia Krakkóban, és
19 éves voltam, és kórházba kerültem, és kivették a vakbelemet. Úgyhogy egy vakbél műtétem volt Krakkóban, Lengyelországban, és 3 napig nem ehettem semmit utána, erre emlékszem. És már nagyon éhes voltam, és csak mindig hozták a teát, herbátát, és elegem volt a teából, valami valódi eledelt szerettem volna enni. De, ja, köszönjük, igen, de én az Úrban bízok, de én Istenben bízok, és a gyülekezetnek a fontossága, a Krisztus teste. Köszönjük, nagyon bátorító. Gyertek, nyissátok ki a Bibliátokat, kérlek, Júdás 20-nál, és szeretnék innen ennek a versnek egy részéből beszélni ma, Júdás levele 20. verse, és Júdás levelének egyetlen egy fejezete van. Most írtam, nem tudom Júdás levelét, de tudom, hogy ez az utolsó előtti jelenések előtt, jelenések könyve előtt. Egyetlen egy fejezete van, és a 20. versben azt mondja, hogy ti pedig, megvan a 20. vers, ti pedig, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. És igazából folytatódik tovább, és még a 21. versben is folytatódik, meg még képzeljétek, tovább is folytatódik, de most nem ez a lényeg, hanem csak szeretném, ha velem jönnétek ma együtt, és tényleg kérnénk Istent, hogy tanítson bennünket, hogy mit is jelent így ez, amiről itt tanít bennünket Júdás és az Úr, hogy ti pedig, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. Hogy épüljetek szentséges hitetekben. Oké, és képzeljétek, hogy ebben a levélben Júdás azért írta, mert nagyon aggódott így az eklézsiáért, a gyülekezetért. Aggódott azért, mert belopóztak hamis tanítók is, és olyan hamis tanítók, akiknek az életük egy üres élet volt, és most nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy aggódott afelől, hogy az a hit, amit kaptunk, amit ők kaptak, de amit mi kaptunk, az valahol el fog veszni. És azt mondja, hogy a 3. versben, hogy ti küzdjetek azért a közös hitért, amit kaptunk, ezért a hihetetlen kincsért, amit kaptunk. És aztán egy csomó rossz dologról van szó a levélben, rossz káoszról, és aztán úgy folytatja, hogy de ti épüljetek a szentséges hitetekben. És a görög igazából, a görögben ott van ez a szó, hogy magatokat, igazából építsétek magatokat, vagy építsétek fel magatokat a szentséges, vagy a legszentebb igazából, a legszentebb hitben, ezt mondja. Hogy te építs fel magad a legszentebb hitben, ti a káosz közepette építsétek fel magatokat a legszentebb hitben. És ahogy így, hogyha megnézed a híreket, és nem tudom, hogy nézzed, vagy ne nézzed, mert nehéz szűrni is, annyi féle impulzust kapunk, azt látjuk, hogy annyi minden zajlik a világban, annyi helyen tolul a félelem, annyi helyen így az ördög a félelem által be akar jönni a mi elménkbe, be akar jönni a mi szívünkbe, be akar jönni a mi életünkbe,
és az aggodalmat és a félelem által ki akarja építeni az ő magaslatait. És ezek olyan magaslatok, amelyek meg fognak akadályozni abba bennünket, hogy megismerjük Istent igazán. És ezáltal valóban szabadok legyünk abban a szabadságban, ami már a miénk, amire el lettünk hívva. És ahogy itt van ez a hihetetlen zűrzavar, és káosz, és félelem, és aggodalom, és mindenfajta hírek, legyen az háború, legyen az infláció, legyen az politika, vagy akár csak így a személyes életünknek a terén a különböző kihívások. A Szent Szellem azt mondja nekünk, azt mondja az Eklézsiának, azt mondja neked, hogy te építs fel, de te szerettem, de te szerelmesem. Neked nem kell ebben élned. Te építs fel magad a legszentebb hitben. Te építs fel magad a legszentebb hitben. Építsétek fel magatokat. És tudod, ez egy olyan olyan gyakorlat, egy olyan dolog a hívő életben, ami, hogyha valaki gyakorolja magát ebben, hogy felépíti magát a legszentebb hitben, újból és újból, akkor megtapasztalja, mit jelent erősnek lenni a nehézségek közepette is. Ez egy valami, amire Isten hív, hogy te szerettem, építs fel magad, hogy annyi mindenre fókuszálhatsz. Annyi mindenre figyelhetsz, és erről szól a szellemi háború. A szellemi háború nem csak arról szól, hogy történnek események körülöttünk, a környezetünkben, az országunk környezetében, vagy a világban, hanem a szellemi háború arról szól, hogy vedd le a szemed Jézusról. Vedd le a szemed így a belső embered építéséről. Így vedd le a szemed is, és kezdj el fókuszálni mindazokra a dolgokra, amik felől nem tehetsz semmit. Nem tehetsz semmit. Mert nincsen hatalmad rá. És ismeritek talán ezt a képet, hogy egy kör, és a körön belül van az, amire te hatással vagy, a te hatósugarad, a te hatásköröd, a körön belül van, amire te hatással vagy. Ez lehet a te személyes életed, ez lehet a te gondolkozásmód, ez lehet a szíved, ez nyilván az Istennel való kapcsolatod, legfőképpen ez lehetséges a te családod, a te szűk környezeted, és aztán a körön kívül pedig van az a hatalmas mező, amire igazából nincsen hatásod. És a bolond ember az életének a legtöbb idejét azzal tölti, hogy arra fókuszáljon, azzal foglalkozon, azt járassa az elméjébe, azt ölelje magához, amire igazából nem tud hatással lenni. És azzal ne fókuszálj, arra ne fókuszáljon, amire hatással tud lenni. De ti szeretteim, építsétek fel magatokat a legszentebb hitben. Ez megvan nektek. Építs fel magad a legszentebb hitben. Hogy mondjak egy példát. Dávid egy jó példa arra, amikor valaki az Istennel való kapcsolatába eljutott oda, hogy fel tudta magát építeni a nehézségek közepette a legszentebb hitben. Nagyon sok nehézségen ment keresztül, de az Istennel való kapcsolatába eljutott arra a tudatosságra, hogy megértette, hogy ő megszólíthatja a saját lelkét, mint egy kívülálló, szólhat a saját lelkéhez, és felépítheti az igazsággal az ő lelkét. A 103. Zsoltár
erről beszél, ahol azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat. Tudod mit? Ott van Dávid, bármilyen helyzetben is van, és az ő lelke, ahogy mindannyiunknak a lelke, választad a körülményeinkre, választad emberekre, választad az inflációra, választad a félelmetes helyzetekre, választad a fenyegető helyzetekre, választad a gondolatainkra is, amik végigmennek az elménkben, a lelkünk választad. És Dávid fogja, és azt mondja, hogy figyelj lelkem, figyelj csak, tudod mit? Kezd el áldani az Urat. Csak áldjad az Urat. Áldjad én lelkem az Urat, az egész bensőm az ő szent nevét. Lelkem, áldjad az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Így van? És Dávid elkezdi felépíteni magát a legszentebb hitben, azáltal, hogy emlékezteti magát az összes jó téteményre, áldásra, amivel Isten megáldotta őt, és elkezdi megszámlálni az ő áldásait. És elkezd végigmenni. És lehet, hogy egyedül van, lehet, hogy magányos, lehet, hogy egy olyan helyzeten megy keresztül, amit más nem ért. Mert tudod, a Bibliában sokszor van ez. Sokszor van az, hogy persze vannak nemzeti helyzetek, vannak, ahol sok ember megy át, de vannak olyan helyzetek is, ahol egyedül megy valaki át. A halál árnyékának a völgyén, vagy a fenyegetettségen, vagy a félelmen, vagy legyen az bármi. És Dávid azt mondja, figyelj lelkem, hagyd fogja meg a kezed. Gyere! Áldjad az Urat, áldjad az Urat, és kezd el számlálni az ő áldásait. Semmi jó téteményéről el ne feledkezz. És elkezdi számolni, így van? És azt mondja, hogy aki megbocsátotta minden bűnödet, így van? Meggyógyítja minden betegségedet, és elkezdi áldani Istent, hogy én nekem bűnbocsánatom van. Én tiszta vagyok, én igaz vagyok. Isten fogta a bűneimet is, elvetette olyan messzire, mint napkelet a napnyugattól. És Isten megigazított engem, megtisztított engem, megbocsátotta a bűneimet. Az ő szent jelenlétébe helyezett engem. És persze már ezek a szavak, amiket mondok, ez már hozzáadom, mert most már az új szövetségi megértést is hozzáadom. És meggyógyította minden betegségedet. És a következő versben azt mondja, hogy megváltja életedet a sírtól. Figyelj, áldjad én lelkem az Urat. Egy olyan Istened van, aki megváltja az életedet a sírtól. És nem csak a sírtól, hanem a pokoltól. Mert az a mi valóságunk, hogy aki én bennem hisz, Jézus azt mondta, az meg nem hal. Az meg nem hal. Mi átmentünk már a halálból az életbe. Átmentem. És tudod, Sátán nem utál semmit sem jobban annál, mint amikor hívők fogják az igazságot. Az igazságot. És felemelik azt, és hiszik azt, és magukhoz elelik azt, és eszik azt, és isszák azt, és a lelkükbe behelyezik azt, a szívükbe beteszik azt, hogy mélyen ott legyen az 51. Zsoltárban, hogy az igazság legyen a szívben, a szívnek a vességben, és hiszik azt, és vallják azt. Tényleg, nem mint egy ruhát, az igazság, mint egy ruhát, amit felveszünk vasárnap. És azt mondjuk, hogy halleluja, dicsőség Istennek. Így van? Vagy különböző ilyen helyzetekben, vallásos helyzetekben, hanem amikor senki nem lát, amikor senki nincs ott, amikor senki nincs körülöttem, azt mondom, a szívem mélyén hiszem azt, amit Isten mond. Hogy átmentem a halálból az életbe. És az ördög nem utál semmit jobban annál, mint amikor ezt hisszük a szívünk mélyéből, és felépítjük magunkat ezekkel az igazságokkal.
Mert az ördögnek a szellemi háborúban a legnagyobb fegyvere a félelem. Nem tudom, hogy észrevetted-e. Így a félelem. A félelem. A félelem által, és aztán a csüggedés által így meggyengíti az életünket, és ki akarja rabolni az életünket. De mi felállhatunk, és azt mondjuk, hogy áldadjad én lelkem az Urat. Áldott vagyok, ő megváltja az életedet a sírtól, ő megváltotta a pokolból az életemet. Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Így van? És ő már ezt megtette velünk. Megkoronázott az ő kegyelmével, az ő irgalmasságával. Akkor Jézus azt mondta, hogy ahogyan szeretett engem az Atya, úgy szerettelek én is benneteket, vagy úgy szeretlek benneteket. Így van? És ránk helyezte az Atya nevét, az Atya szent nevét, és ránk helyezte az ő szeretetét, és ránk helyezte az ő dicsőségét, és megkoronázott téged kegyelemmel, és irgalmassággal, és fogod, és azt mondod, hogy igen, meg vagyok koronázva. Áldjad én lelkem az Urat. És mehetnénk még tovább benne a Zsoltárban, most nem tesszük meg, de azt látjuk, hogy Dávid megszólítja a lelkét. Lelkem, bíz Istenben. Lelkem, adj hálát Istennek. Lelkem, minden okod megvan arra, hogy ne félj. Lelkem, minden okod megvan arra, hogy semmi felől ne aggodalmaskodj. Semmi felől ne aggodalmaskodj. Lelkem, te a királynak a gyermeke vagy. És teljes ellátásod van az életedben. A király gondoskodik rólad. Lelkem, élvezd azt, hogy mit jelent fiúnak lenni és a fiúságban élni. Lelkem, adj hálát Istennek. És elkezdi felépíteni magát. És tudod, ahogy építi magát, végigmész a Zsoltárban, a Zsoltár végén is, elkezdi azt mondani, hogy dicsőtsék Istent, vagy áldják az angyalok, és minden ő teremtménye, és az egész univerzum, az egész világegyetem, mert felépült az ő lelke, felépült a legszentebb hitben. Figyelj, vannak helyzetek, amik felől nem tudunk mit tenni. Vannak helyzetek, vannak olyan, egy csomó olyan terület, amik felett nincsen hatalmunk, nincsen hatáskörünk a felett. Nem ér el oda a kezünk. Viszont rengeteg minden van, ami már a tied, ami már az enyém, amelyet megragadhatok, valhatok, hihetek, felépülhetek a szentséges hitben. Egy Sámuel 30-ra gondolok, amikor Dávid eljut az életében az egyik legelkeserítőbb helyzetbe. És ilyen mindennyiunknak az életében van ilyen időszakok, vagy helyzetek, amikor úgy tűnik, hogy minden ellenünk esküdött, úgy tűnik, hogy semmi nem jön össze, úgy tűnik, hogy minden összeomlik, minden szétesik, minden, amit biztosnak gondoltunk, ki van húzva a lábunk alól. Egyszerűen a 30-ban ott van Dávid, és visszamegy az ő csapatával, az embereivel, 600 emberével Ciklágba, abba a filiszteus városba, ahol laknak. És azt látják, hogy jöttek az amálekiták, és elraboltak mindent tőlük. Az összes ingóságukat, az összes családtagjukat, feleségeiket, gyermekeiket, mindenüket, és felégették az egész táborukat. És annyira elkeseredtek, hogy Dávidnak az emberei Dávid ellen fordulnak, hogy megkövezzék, azon tanakodnak, hogy megkövezzék. És a 6. versben ezt olvassuk. Nézd csak. És Dávid, 1 Sámuel 30-ban, igen szorult helyzetbe jutott.
Mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett, fiaik és lányaik miatt. Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. A régi Károli ezt úgy fordítja, hogy Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Látod, ugyanaz az alapelv, mint a 103. Zsoltárban, hogy így megerősítette magát. És figyelj, csak gyere velem még egy picit, hogy elég nagy nehézség történt itt Dávidnál, de csak szeretném, ha látnád azt, hogy igazából ez egy mély zuhanó repülésnek a vége volt, úgymond látszólag. Mert Dávid az elmúlt 10 évet úgy töltötte, hogy menekült a király elől, Saul elől. És menekült, és Saul mindig üldözte, és megpróbálta elkapni. Még azt hiszem, hogy a 27. vagy 28. fejezetben Dávid azt mondja, jól lehet, az övék az ígéretek, már fel lett kenve királynak, és Isten megígérte, hogy ő lesz a király, de Dávid nem mindig volt erős a hite, csak úgy, mint nekünk. És Dávidban kétségek kezdtek jönni. És Dávid azt mondta, eljutott oda a hitetlenségre. Azt mondta, hogy biztos, még itt meg fogok halni, és Saul meg fog engem találni, és meg fog engem ölni. A legjobb lesz, ha elmegyek Izraelből. Átmegyek a szomszédos királyságba, filiszteusokhoz. És ott leszek, mert ott akkor nem fog kerülni, nem fog engem megtalálni Saul. És átmegy a filiszteusokhoz, ott kap később egy várost, Ciklágot, ott letelepedik. Oké, de ez már akkor van, amikor már 10 év után ő már a menekülésből is már menekül. És most ott van, és most ennyie volt, úgy értem, már semmije nincs, most minden elveszik. Most minden elveszik. Tudod, úgy értem, eddig is már elvesztett minden, de most már azt a keveset is elveszti. És a saját emberi is ellene fordulnak. És mi az, amit Dávid csinál ezen a keresztúton, vagy a kereszteződésben? Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Megerősítette magát. Nem tudjuk, hogy mit jelent ez. Azt mondta, fiúk, ne kövezzetek meg, adjatok nekem 10 percet. Fiúk, mindjárt jövök, bemegyek a sátramba. De nem tudjuk, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy Dávid felépítette magát a legszentségesebb hitben. És figyeljetek, ez annyira izgalmas, ez annyira jó, ez olyan csodálatos, hogy elkezdhetjük megragadni Istennek az ígéreteit. Elkezdhetjük megragadni Istennek az igazságait. És azért, mert az igazság mellettünk van. Istennek a gyermekei vagyunk. És elkezdhetjük a szívünkkel hinni, a szánkkal vallani. És felépíteni magunkat a legszentebb hitünkben. Hogy kicsoda Isten valójában. Figyelj, hogy kicsoda ő, kicsoda Isten a te Istened, hogy a világ teremtő, és a világ mindenség Isten, a teremtő Isten, aki veled van, melletted van, ismer téged, tud rólad. Ő a végtelenül bölcs Isten, akinek minden útja bölcsesség. Ő neki minden útja hűség te irántad. Minden útja kegyelem. Ez az azt jelenti, hogy nincs egy olyan útja se, ami nem lenne a kegyelemmel övezve, és kegyelemmel bevonva, és minden útja szeretet, és ott vannak az ő ígéretei. Amikor minden összedől, és ott van az ő ígérete. Róma 8.28-ba, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Vagy az eredeti mondja, minden együtt munkálkodik a jóért. Hogy Isten kezében minden egyes dolog együtt munkálkodik a jóért. Igen, azért, mert kiválasztottak vagyunk. Hogy ott vannak ezek, és felépítjük magunkat a legszentebb hitben, ezekben az igazságokban. És Dávid ez gyakorolta magát ebben.
egyszerűen csak gyakorolt, és aztán kijött. Kijött a sátorból, kijött a szent helyről, kijött arról a helyről, ahol közösségben volt Istennel. És az ő lelke már nem volt többé elcsüggedve. És azt tudta mondani, hogy figyeljetek. Figyeljetek, fiúk, Isten velünk van. Kérdezzük meg Istent, hogy mit akar. Kérdezzük meg, hogy mi az ő útja számunkra. Isten velünk van. Tudjátok, Isten az ő tervében megengedi, hogy átmenjünk ezeken a helyzeteken. Azért, hogy lehetőséget adjon a hitünknek, hogy választ adjon neki. Választ adjon az igazságra. Választ adjon az ő kijelentéseire. Nincsen rosszabb egy inaktív hitnél. Amikor ott van őrlákként a hit, mert van hitünk az Úr Jézusban, de olyan őrláng inaktív, nem gyakorlott. Nem gyakorlott a hit. És akkor ott van őrlánként a hitünk, de nincsen gyakorolva, akkor ez nincs hatással az életünkre. De Isten megengedi azokat a helyzeteket, amik oda visznek bennünket, hogy döntenünk kell, választanunk kell. A szívünk mélyén, hogy igazán hiszem-e, amit ő mond, igazán hiszem-e az ígéreteit, igazán hiszem-e azt, hogy az ő gyermeke vagyok, igazán hiszem-e azt, hogy minden együtt munkálkodik a jóért, igazán hiszem-e azt, hogy ő velem van, és el nem hagy engem, és el nem távozik tőlem. Igazán hiszem-e, hogy van egy elhívásom? Igazán hiszem-e, hogy van célja velem ezen a földön, és elhívott engem, hogy az ő céljában járjak, az ő örök céljában? És ezekben az időszakokban keveredik az elbátortalanodás, a csüggedés, a félelem, az aggodalom, olykor arról a pislákoló hittel. És az Úr azt mondja, szíts fel azt a hitet, szíts fel, ragadd meg az igazságokat. Ézsaiás könyve azt mondja, az igazság által leszel erős. Ne félj a gonosztól. Tudod, az igazság által leszel erős. Ragadd meg a szellem fegyverét, ami jobb kéz felől van, és a bal kéz felőli fegyvereit. És ragadd meg őket. Ezek mind a tieid. Tudod, mikor a szellem fegyvereiről ír az Efézusi levél, akkor ezek a fegyverek mind kapcsolódnak az igazsághoz. És most nem megyek végig rajtuk, de rögtön azt mondja, hogy álljatok elő. Álljatok hát elő, felövezvén a derekatokat az igazsággal. Az igazsággal. Tudod, ez az, amit Jézus megragadott, mikor ott volt a pusztában, és aztán 40 napon keresztül semmit nem evett, és jött a kísértő, és Jézus megragadta, és azt mondta, meg van írva. Meg van írva, és megragadta. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából származik. Aztán jött a következő kísértés, meg van írva. És jött a következő, meg van írva. És aztán azt mondja, hogy Sátán eltávozott tőle, és angyalok jöttek és szolgáltak felé. Meg van írva. Isten igéjének a végtelen tekintélye. Isten igéjének a tisztasága. Isten igéjének az ereje. Figyeljetek, itt olyan erőkről van szó, olyan szellemi fegyverekről, szellemi erőkről,
amelyek a mi eszköztárunkban vannak. A meg van írva. Meg van írva, hogy elfogadott vagyok. Meg van írva, hogy Isten gyermeke vagyok. Meg van írva, hogy Istennek terve van velem. Meg van írva, és foghatom, legyen az vádlás, legyen az bármilyen hazugság, és ráállhatok, megragadhatom, meg van írva. És Isten igének ott van az ereje, a tekintélye, és megragadjuk a szellemnek a fegyverét. És befejezésként így a Pál apostolra gondolok. Tudjátok, Pál apostol minden alkalommal, vagy több alkalommal, amikor bajba került, tudjátok, hogy mit csinált? Ő elmondta, vagy utalt az ő megtérésének a történetére, az ő elhívására. Ezt látjuk több helyen így az apostolok cselekedetében. Látjuk a Timóteushoz írt levélbe, hogy visszautal az ő elhívására. Mert tudja, hogy ez egy természetfeletti valóság. Tudja, hogy ő nem akart megtérni. Ő nem kereste Istent. És ugyanígy van veled is. Hogy amikor fókuszt vesztünk, amikor én fókuszt vesztek, akkor nagyon sokszor visszagondolok arra, hogy Isten hogy hívott el engem, hogy talált meg engem, hogy kutatott ki engem, hogy honnan jöttem, és hogy hol talált meg engem. És visszagondolok az elhívásomra, hogy megerősítsem a kezemet az elhívásomban, az Istentől való elhívásomban, hogy tudjam, hogy nem véletlenül vagyok itt ezen a bolygón, nem kell az élet értelmének, nem kell az élet értelmét a világ szemétdombján kutatva keresnem, hanem van egy világos elhívásom, egy Istentől jövő elhívásom, egy felülről való elhívásom, Filippi 4.14-ben, egy mennyei elhívásom, Zsidók 4.1-ben, amiben megerősíthetem a kezemet, és azt mondhatom, hogy lehet, hogy tele van rémisztő dologgal ez a világ, de én ismerem azt, aki a kezében tart mindent, és én az övé vagyok, és én elhívott engem arra, hogy megismerjem őt, és hogy megismertessem őt. És csak hagyd mondjam ezt, hogy neked is egy csodálatos elhívásod van, egy lenyűgöző elhívásod van, egy mennyei elhívásod van, egy szent elhívásod van, 1 Timóteus 1.9-ben, aki elhívott bennünket az ő kegyelméből és az ő végzéséből, szent hívással elhívott téged arra, hogy megismerd az ő fiát Jézust, arra, hogy leleplezd az ő fiát Jézust, hogy az ő fia Jézus rajtad keresztül lelepleződhessen. Keresett olyan embereket, akiken keresztül, akik nem alkalmasak, nem képesek önmagukba, de Jézus lelepleződhet, ez egy szent, dicsőséges elhívás. Keresett olyan embereket, akiken keresztül az ő akaratát véghez tudja vinni, egyszerű földből való cserépedényeket. Ez az elhívásunk, hogy megismerjük őt, és hogy megismertessük őt, hogy megismerjük őt, hogy leleplezzük őt. Ez egy dicsőséges elhívás, az ő fiát, Jézust. Jézus Krisztust, az Úr Jézus Krisztust. 1 Korintus 1.9. Hűséges az, aki elhívott titeket az ő fiával, a Jézus Krisztussal való közösségre. Ó, mi az én elhívásom? Jaj, nem tudom, mi az én elhívásom. Figyelj, nem olyan bonyolult ez az egész. Nem olyan bonyolult. El vagy hívva az ő fiával való közösségre. Te nem vagy többé elveszett. Te nem lődöröksz többé. Nem kell, hogy lődörök többé. Te megtalált vagy. Te célra tartasz. Eddig bűnben éltél. Vétekben éltél, céltévesztésben éltél, kóvályogtál, árva voltál, de most atyád van.
Isten a te atyád, és ellettél arra hívva, hogy megismerd őt. Jézus Krisztus végére mehetetlen gazdagságát, hogy te szabad akaratú lényként tudod, azt mondhasd, hogy én őt választom, és ismerem őt, és ő a legnagyobb kincs. És hogy növekedj az ő ismeretében. És minden helyzet, ami jön az életedben, az arra ad lehetőséget, arra tesztpálya, arra tanpálya, arra való iskola, arra való egyetem, hogy őt jobban megismerd. Minden nehézség arra való lehetőség, hogy jobban megismerd, jobban megragadd az igazságait, jobban megragadd a szeretetét, jobban belegyökerezz a szeretetébe, jobban megismerd azt, hogy kivé tett téged, és jobban megismerd, és jobban meggyökerezzél az ő igazságaiba, és hogy megismerd őt egy személyes módon, hogy azt mondtas, hogy ő az én Istenem, ő az én kősziklám, ő az én váram, ő az én szabadítóm, ő az én atyám, ő az én kősziklám, ő az én Istenem. És ahogy növekszel az ő ismeretében, engeded, hogy ez a világosság rajtad keresztül másokhoz is eljusson. Hogy Krisztus rajt, hogy Krisztus élje az ő életét benned és rajtad keresztül. És ez kezdődik otthon, a családodban. Emberekkel, akik körülötted vannak. A Krisztus testében. Mert mi kifejezetten arra vagyunk hívva, hogy egymásnak a terheit hordozzuk. Tegyetek jót mindenekkel, kiváltképpen a hitetek háza népével. Hogy ez az áldás, ez a kincs, a Krisztus a rajtunk keresztül egymás felé is áradjon. És aztán emberek felé, akik nem ismerik. Elhívás. El vagy hívva. És te is kóricáltál valamerre. Éltél egy életet. Nem ismerted őt. És aztán az Úr megragadott téged. És akkor visszatérjek és befejezzem. Pál apostol újból, és újból, és újból visszamegy, hogy megerősítse a kezét az Úrban, visszamegy az ő elhívásához, és hogy fókuszba hozza magát, hogy miért is vagyok itt ezen a földön. Miért is vagyok itt Budapesten? Miért is élek még ma? És felépíti magát, így a legszentebb hitben. Isten, annyi mindent adott, és ránk árasztott, és rád árasztott. Olyan mélyen szeretve vagy, olyan el vagy rejtve ő benne. De imádkozom azért, sokszor imádkozom, hogy én magam, az én szemeim, az én szívemnek a szeme egyre inkább megnyílnak, hogy meglássák azt a különleges helyzetet, amiben vagyok. Elrejtve a Krisztusban, ővel egyet elrejtve az Istenben, az Atyában. Hogy mit jelent az a szellemi valóság, amelyben vagyunk Isten gyermekeiként, amelyben vagyok, mint Isten gyermeke. Hogy ennek a valóságában éljek, és így a lelkemhez tudjak szólni, újból és újból, és hogy fel tudjam építeni magam, így a szentséges hitben. Hogy aztán, amikor ott vagyok a helyzetben, akkor ott legyen Krisztus elméje, ott legyen a Krisztus nézőpontja, ott legyen a Krisztus igéje,
ott legyen az ő akarata, ott legyen az ő vezetése, ott legyen a szellemnek a hangja, ott legyen az a tekintély, ami megvan neked, megvan nekem a Krisztusban, tekintély az áldásra, tekintély a szolgálatra, tekintély a lábmosásra, tekintély a hitre, tekintély az imádságra, tekintély arra, hogy elhordozzuk egymást, tekintély arra, hogy előre menjünk az ő látásában és elhívásában, tekintély arra, hogy győztesként éljünk egy olyan világban, amely Sátán uralma alatt van. Mert ezt mondja az írás, hogy az egész világ gonoszságban vesztegel. 1 János 5.19. És aztán azt mondja az írás, hogy kicsoda az, aki győzött, meg felolvasom 1 János 5-ben, azt mondja, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Ja. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Ez megtörtént. A Krisztus győzött, mi a Krisztuséi vagyunk, Krisztus győzött a világ felett, Krisztus győzött, elítélte a világot, elítélte az ördögöt, és a Bibliában látjuk, hogy ennek meg lesz a, ez le fog zajlani, és szó szerint meg is fog történni. És ki az? 1 János 5.4, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Nézd meg, így folytatja az 5. versben. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ebben a pillanatban békességed lehet. Ebben a pillanatban a békességed lehet, mert te hiszed, hogy Jézus az Isten fia, és ő legyőzte a világot, és a világ minden kínját, fenyegetését, nyavajáját. Hagy birkózzanak azok, mindazzal, akik nem ismerik a győztes királyt. De te és én, hagy nyugodjunk. Hagy építsük fel magunkat a hitbe. Hagy fókuszáljunk azokra a dolgokra, amik a mi hatáskörünkön belül van. Hagy éljünk ennek a győzelemnek a szellemével. Hagy járjunk ebben a győzelemben. És engedjük, hogy ez a győzelem rajtunk keresztül szolgáljon másokat. Rajtunk keresztül. Mert ez nem rólunk szól, hanem ez Istenről szól, és az ő céljáról szól. És bármi is van, csak építsük fel magunkat mindabban, ami már a miénk, ami már a tied. Így a legszentebb hitben. Amen, amen, amen. Köszönjük neked, Urunk. Hálásak vagyunk a te igédért, a győzelemért, a Krisztus szavaiért, Atyám, hálát adok neked azért, hogy ez a győzelem ez nem valami, amit nekünk most ki kell harcolnunk, hanem ez a győzelem ez már a miénk. A Krisztus legyőzte a világot.
A Krisztus legyőzte a poklot, a Krisztus legyőzte a halált, az ő kezében van a pokolnak és a halálnak a kulcsa. Ő győzött. Mennyi Atyám, segíts nekünk, hogy megismerjünk téged, hogy megismerjük a te igazságaidat, te benned, hogy ráállhassunk és ráálljunk újból és újból az igazságaidra. Hogy higgyük a szívünkben és valljuk a szánkkal. Köszönjük az elhívásunkat. Köszönjük, hogy te eljöttél és megkerestél. Megtaláltál és kiemeltél. Köszönöm, hogy biztos kézzel tartasz bennünket, és biztos kézzel vezetsz is bennünket. Köszönöm, hogy ezt a prédikációt, vagy egy ehhez hasonlót, ha ismerjük a te igazságodat, elprédikálhatjuk a lelkünknek minden alkalommal, amikor csak szükségét érezzük. Mert az igazság azért adatott, hogy felépítse a mi lelkünket. Köszönjük neked. Hadd menjünk úgy ma. Hadd forduljunk majd úgy egymáshoz. Hadd járjunk úgy ezen a héten. Hogy a te igazságaid által fel vagyunk építve, fel vagyunk épülve. Köszönjük, hogy te mindig velünk vagy. Mindig. Mindig. Még amikor a szívünk elhagy is bennünket, te akkor sem hagysz el bennünket. Jó téged ismerni. És jó téged megismertetni. Jézus nevében.